Szeretettel üdvözlöm a kedves kollégákat! Amit most szeretnék mutatni, itt a Műszaki Ábrázolás 2 tantárnak a 12. heti gyakorlatán, az legfőképpen kettő dolog. Szoftveres lesz a mai óra. A szoftverben két fontos dolgot mutatok meg. Az egyik az, hogyan lehet az adott alkatrésznek az egyszerűsített rajzát megcsinálni, egyszerűsített modelljét megcsinálni. Ennek az az értelme, amikor több bonyolult geometriai alkatrészünk van egy összeállításban, akkor a videókártyának a lelki világát, a terhelését lecsökkenti, és mondjuk a forgatás nem szaggat például. A másik, amit meg szeretnék mutatni, az pedig a lemezalkatrészek kezelése. Ezt inkább azért, mert a következő fél évben, aki túléli a Műszaki Ábrázolás 2-t, annak jellemzően jármű és hajtáselemek egyből lesznek olyan feladatai, például fél éves terve, amihez a lemezalkatrészek lelki világához egy picikét érteni kell. Ez a kettő lesz a mostani téma, és akkor én átváltok mindjárt a rajzolós képernyőre, és onnantól csak a hangomat lehet majd hallani. Ez a felvétel sajnos most nem élő, hanem videóról megy, úgy lesz fölvéve, úgyhogy most élő interakció az nem lesz a felvétel folyamán. Jó, lássuk. Lássuk. És akkor azt mondtam, hogy az első programpont az az egyszerűsített alaknak a megmutatása, ehhez gyártsunk egy alkatrészt, izometrikus alkatrészt gyártunk. Itt nekem most éppen szinkronmodellezés van beállítva a defaultba, ezt gyorsan átalakítom hagyományosra, hogy értsék, miről van szó. Jobb egérgomb, áttérés hagyományosba, vagy pedig eszközök és hagyományos. Így, ezt jobban szeretjük, mert könnyebb így gondolkodni. Kezdőknek legalábbis. Később már nem, de most még igen. Rajzoljunk akkor egy komplikált geometriai formát, például egy bordás tengelyt. Húzzunk akkor egy tengelyt, amit pedig parancstippeket gyorsan leírtjuk. Mégsem. Így. Keresünk egy síkot. Ez a sík akkor nekünk lesz az XZ sík. És az XZ síkba rajzoljuk meg egy tengelynek a kontúrját. A tengely ugye az hengeres, ha hengeres a kontúr, akkor az vagy kör, vagy téglalap, legyen nekünk egy kör. Átmérő 65 mm. Úgy. Itt lesz nekünk a 65 mm átmérőnk, a biztonság kedvéért rá is írjuk az átmérőt. Így. Visszamegyünk a térbe, és ha visszamentünk a térbe, akkor ezt kihúzzuk pontosan 100 mm-re, távolság 100 itt fönt lehet látni. Entert nyomok rá, és akkor az irányát kell csak megadnom, az irány pedig az egeret követően fog előbújni, legyen mondjuk Y fele az iránya. És ezzel készen van, befejez gombot megnyomtam, és mégsem gombbal a parancsot befejeztem. Van egy 65 mm átmérőjű és 100 mm hosszú hengerünk, a kihúzás parancs itt látszik a tervezési fában. Ebből szeretnénk bordás tengelyt csinálni. A szabványban körül turkálva látható volt, hogy létezik ilyen bordás tengely szabvány, méghozzá Z8x65x56-os. Amikor is a 65-ös külső átmérőhöz 56-os belső átmérő tartozik, és 8 darab borda van a rendszerben, és a bordák szélessége az 10 mm. Hogy lesz ebből nekem bordás tengely? Követem a gyártásnak a szokásos technológiáját, a kerek nyers külső átmérőből maróval kiveszem a borda közöket. A borda közöket itt akkor maró funkcióval, itt a maró funkcióként a kivágás parancsot fogom használni. Kivágás, megfogom a végét a hengernek, és ebbe fogom megrajzolni a szükséges kivágó profilt, ami technikailag egy maró tárcsa profilja lehet a valóságban. Azt mondtuk, hogy 56-os a belső átmérője a dolognak, akkor kört rajzolunk, és 56-os átmérővel. Így. Rá is írom, mert elfelejtem. 56. Így. És akkor legyen nekünk egy külső átmérőnk is valamekkora, ami kívül van itt már a meglevő anyagon. Ez pedig azért, mert emlékeznek rá, hogy kivágni úgy érdemes, hogyha a kivágó profilom határozottan a felszínen túl lóg, mert így minimális lesz a nulla vastagságú felület keletkezésének a lehetősége. Jó, belső kör, külső kör megvan, akkor most húzok néhány vonalat.
Az első vonal esetünkben függőleges lesz, innentől húzok egy függőlegest így lefele. Tök jó. Jobb egér gombbal a húzást megszakítom. Most akkor a középétől, az origótól húzok egy vonalat így ferdén fölfele. Valahogy így. Jobb egér gombbal a húzást megszakítom. És húzok egy másik vonalat, valahogy így ferdén lefele. Valameddig. Úgy. És jobb egér gombbal a húzást megszakítom. No, mi lesz a mi? Úgy tervezem meg a bordástengelyt, hogy fölül lesz a bordástengely egyik foga. Ha az egyik foga fölül van, akkor ez a függőleges vonal lesz a fognak a széle. Akkor ezt beállítom, ugye 5 mm volt a 10 mm volt a fog a borda szélesség, akkor ennek itt pontosan 5-nek kell lenni, rendben vagyunk. Aztán azt is tudjuk, hogy 8 bordánk van a kerület mentén. Azt mondja, ha elosztom a 360 fokot 8-szal, akkor az pontosan 2-vel osztok, 4-gyel osztok, 8-al osztok, 180, 90, 45. Akkor, ha szöget állítok be, akkor a függőlegeshez képest ez a ferde lesz itt nekem 45. Pont egy osztás. Ennek a vonalnak az irányába fog állni a következő borda, ha jobbra forgok itt a rendszerben. De nekem nem a borda kell, hanem a borda széle kell általában. A borda széle pedig ez a szakasz lesz. Ezért ezt párhuzamossá teszem, itt a párhuzamos, látják, párhuzamos. Párhuzamossá teszem ezt a bordát ezzel a szakasszal, valamint beállítom az ő távolságát, itt a távolság és eddig. És akkor itt nekem ilyen furcsa formájú távolságot akar mérni. Amikor ilyen ferdén vannak a vonalak, akkor célszerű átkapcsolni itt a méretmegadásban a vízszintes függőleges elhelyezést arra, hogy két rajzelem által. És akkor a két rajzelem pont, ez a párhuzamos távolság szépen kirajzolható, hogy ez 5 mm. Na, ha ez itt megvan, akkor most a fölösleget el kell innen távolítani, ezt pedig a levág parancsal fogom végezni. A nagykör nem kell, másik nagykör szintén nem kell, kis szakasz darabkák nem kellenek, nem kellenek. Kérdés persze az, hogy miért törlök itt le mindent? Azért törlök itt le mindent, mert közismerten, ahogy mondtam párszor, kivágást ebben a szoftverben úgy tudok végrehajtani, ha a kivágó görbém síkban van, ez most stimmel, hiszen minden az XZ síkban van, azon kívül egyszeresen folytonos, ez is stimmel, ez a görbe itt teljesen folytonos, valamint nem elágazó. Hát itt elágazás nincsen benne, viszont itt egy kóbor másik szakasz. Ezt a szakaszt nem igen veszem ki, nem szívesen veszem ki, mert ehhez képest van 5-tel arrébb a borda oldal, tehát ennek benne kell lenni. De ez a szakasz nekem csak segédegyenes, ebből nem lesz felület, úgyhogy ezt átalakítom olyanná, hogy ez csak segédegyenes. Ez itt nekem most legyen egy segédegyenes, konstrukciós vonalként fogom kezelni, átváltoztatom konstrukciós vonallá. Megtörtént? Igen, most történt meg. A szoftver ezt ilyen két pont vonallal jelzi, akkor ezt ő már innentől nem veszi kontúrnak, ez csak egy segédvonal, ha tetszik, egy méret segédvonal itt nálunk a jelenlegi szoftver környezetben. Jó. A zöld gombbal visszatérek a térbe, és a következő, ugye ez lett a kivágó profilom, és ezzel tudom harapdálni szépen a henger külsejét. Kérdés, hogy meddig és hogyan? Hát célszerűen ez a végtelenségig fog vágódni, és arra, hiszen meg kell adnom a vektor irányát is, oda a kivágó vektor végtelen hosszú, és erre néz. Jó. És befejezem a kivágást. És akkor mégsem akarok többet kivágni, ez így rendben van. Látjuk? Ha ez így rendben van, célszerű volna akkor ezt a kivágást megismételni, hogy gyártáskor az ember oszt egyet, megint végig tolja a tárcsamarót rajta, oszt még egyet, végig tolja a tárcsamarót rajta. Esetleg már ezt a mintaparancssal tudjunk megcsinálni. A mintaparancsnál vigyázunk arra, hogy ne gyors minta, hanem klasszikus, részletes minta legyen, mert a gyors minta az néha még bagos lehet. Tehát a részletes minta, azt mondja, választ, alakelem, mit akarok többszörözni, ezt a kivágást akarom többszörözni, elfogadom a kiválasztást, keressem meg azt a síkot, ahol a minta látszik, ez megint csak az XZ sík lesz, ahol a minta látszik,
és itt mit akarok, itt most nekem azonnal kirak egy négyszögletes mintát, ilyen virágágyás mintát, ez nekem nem jó, nekem itt kerek minta kell, körkörös minta, rákattintok a benzolgyűrű ikonra, és ha itt a benzolgyűrű ikon, akkor itt lehet nézni a különböző al beállítások között azt, hogy arányos legyen, teljes kör legyen, sugara nem izgalmas, darabszám fontos, nekem 8 darab borda kell a végén, Enter-t nyomok, így. És akkor meg kell adni azt a kört, amely kör mentén elosztva ez a 8 minta meg lesz, bármelyik kör jó ilyen célból, az a fontos, hogy a közepe itt legyen az origónál, kattintok az origóhoz, és akkor a körsugarat húzom valameddig, rá szoktam tenni egy meglevő kerületi, meglevő körre, katt, és a körbejárás iránya is fontos lehet még, vagy erre, teljes körni a tök mindegy, ívnia már fontos lehet, de teljes körni a tök mindegy, kattintok még egyet, és szemmel láthatóan nem történt semmi, csak ilyen kis zöld bogyók jelentek meg, meg ilyen fekete X jelent meg. De higgyük el, hogy ez készen van, nézzük csak meg, bezárjuk a síkot, megyünk vissza a térbe, csiribi, csiribá, és az ember azt hinné, hogy készen van, pedig nincs még készen, akkor van kész, mikor a befejez gombot megnyomja. Puty, és most van készen, és itt a minta, a kivágás, kihúzás. Na most ez a bordás tengely ritka ronda sarkos még egyelőre, és ez a sarkosságát jó volna azért a valósághoz közelíteni. Tanultuk azt, hogy belső sarkokon jellemzően lekerekítés van, hiszen a szerszámnak a sugara az nem végtelen, és a külső sarkokon pedig letörés van, az ember ne vágja el a kezét, hogyha dolgozik a szerkezet környékén, ezeket még rá kéne tenni. Mutattam akkor ezt is. Az egyszerűség kedvéért kikapcsolom a mintát, minta fölé megyek a fas struktúrában, jobb egérgomb és kikapcsolás. A mintát kikapcsolom, és itt akkor beállítom a szükséges dolgokat egy darab kimetszett bordánál, aztán majd később ezt sokszorosítjuk. Jó. Első dolog, lekerekítés. Katt a lekerekítésre. Sugarat választok, legyen mondjuk 0,5 mm, Enter-t nyomok, és akkor a belső élet ezt, meg itt mögötte ezt a belső élet, mind a kettőt kiválasztom a lekerekítés céljából. A kiválasztást pipával elfogadom, előnézetet nyomok, aztán pedig befejez gombot nyomok, és a lekerekítés készen van. Jönnek még a letörések. A letörés parancsa lekerekítési mellett levő fekete nyillal csalogatható elő. A lekerekítés gomb mögött lakik célszerűen, a letörés gomb. És letörés megint legyen nekem 0,5 mm. Letörés 0,5 mm, beírtam számgombokkal. A felső élet szeretném letörni itt és itt. Elfogadom a kijelölést. Még befejez gombot nyomok. És aztán mégsem gombot. Láthatólag akkor itt már sokat kerekedett az alkatrészem, alul le van kerekítve, fölül le van törve az él. Ez volna jó sokszorosítva áttenni a többire is. Ezt lehet kézzel-lábbal persze, aki ráérős. Aki nem annyira ráérős, azt mondja, hogy egy kicsikét a struktúrát átrendezzük itten. A mintát például megfogom és lejjebb húzom valahova ide, letörés alá. Nagyon jó. És ha letörés alá húztam, az azért jó nekem, mert akkor időben a letörés és lekerekítés a minta előtt van, nem csak a kivágás. Ha pedig a minta előtt van, azt a trükköt bevethetem, hogy a mintát aktiváltam, már a minta a kék, és rálépek ide a kiválasztás almenüpontjára a mintának, cut, és a kiválasztás almenüpontján belül azt mondom, hogy megint a kiválasztás gombot megnyomom, és akkor azt mondom, hogy ki van választva maga a teljes kivágás, itt kék, lehet látni, hozzáválasztom még a lekerekítést, ő is kék lesz, hozzáválasztom még a letörést, ő is kék lesz. És akkor most már egy művelet helyett, egy, kettő, három művelet lesz kiválasztva egyszerre, pipát nyomok, befejezt nyomok, és mi történik? Láthatólag semmi nem történik. Azért nem történik semmi, mert vissza kéne kapcsolni a mintát. Minta, jobb egérgomb, visszakapcsol. És lám, ha arrébb mennék itt a térben, az összes él le van gömbölyítve, ahol kell, és le van kerekítve, ahol kell. Ez egy viszonylag komplikáltabb geometriai struktúra, és ha ilyenből mondjuk van 30 darab a összeállításomban, az lehet, hogy a videoprocesszor lelkivilágát egy kicsit megnyomorgatja. Na ilyenkor célszerű az embernek csinálni valami egyszerűsített képet. Hogy fog ilyen egyszerű képet csinálni? Következőre az algoritmus. Oda megyek az eszközökhöz,
és látok olyat, hogy egyszerűsítés. Kattintok egyet, nagyon jó, és innentől egy egyszerűsített alkatrész állapotban vagyok, ami a vizualizációt könnyíti meg, és a grafikus processzor terhelését csökkenti, hogyha komplikált szerkezetről van szó. Ha számolok egy ilyen bordás tengellyel, mi szokott lenni a kedvenc számolási helyzetem, kedvenc számolási értékem, ennek a tengelynek a középsugara, ami itt van ezen a magasságon valahol, ez a középsugár, ezzel szoktam számolni, itt szoktam a tervezendő dolgokat megböcsülni. Akkor ezt a bordás tengelyt alkossuk, egyszerűsítsük egy középsugárral adott hengerré. Hogyan csináljuk? Visszamegyünk a kezdőlapra, és ott akkor egy hengert húzunk át ezen a bordás tengelyen. Kihúzás. Melyik volt az eleje? Ez volt az eleje. Ide rámegyek, az XZ-síkra. És az XZ-síkon gyártok egy kört, hiszen hengert szeretnék csinálni. Kör. És itt lesz a körnek a középpontja, és hol lesz a sugara? A sugara, ha kicsit tudnék zoomolni, a sugara itt lesz a... Hol lesz a sugara? Pontosan a felinél lesz, itt nem látszik, de jobban fog látszódni. A felinél lesz ennek a borda oldalnak. Cut. Borda oldal félmagasságát megtaláltam. Visszabújok a térbe, és akkor ezt a hengert ki kéne húzni. Hogyan húzom ki a hengert? Szokásosan kihúzás parancsban több eset lehetséges. Legyen mondjuk ez kihúzva a következő felületig. Húzom. Nem akarja az igazságot. Erre se akarja. Akkor legyen mondjuk felülettől felületig. Ez itt a kezdő felület. Ez meg itt lesz a... Nem az. Ez. Végfelület. És befejezem. Itt látok. Már is létrejött a borda középsugarú hengerem, de még itt kilógnak belőle a részek, amelyek a borda középsugáron felüli részei. Tehát most ki kéne törölnem a borda középsugáron felüli részeit. Ezt pedig kivágás parancsal fogom csinálni, kivágás, és mutatok egy új trükköt mindjárt, hogyan lehet nyitott profillal kivágni. Kivágás, megfogom a bordás tengely oldalát, és megint kört fogok rajzolni, kör középpontjával, középpontja megint az origó, sugara pedig már megint a szokásos meglevő kerületi kör. Úgy. És más nem rajzolok, csak ezt a kört. Nyomok egy elfogadom pipa gombot, és megnézem, mi történik, kezdem mutatni a kihúzás irányt. Úgy gondolja az ember, hogy ezt csak belül tudja kihúzni, hát nem csak a belsejét húzom ki, hanem megadom a kihúzás irányát, nyitott profilnál meg lehet adni az oldal kiválasztást. Erre kattintok vissza az almenüben, és nem befele akarom eltüntetni a belső dolgot a körnél, hanem kívül akarom a körön kívüli dolgot eltüntetni. Cut. Mondom, cut. Jó. És akkor mindenen keresztül, hát persze erre. Mindenen keresztül, így. És befejez, és mégsem. És már is készen van az egyszerűsített geometriám, ami esetünkben itt egy henger. Ha ez nem tetszik, akkor a eszközöknél visszaállok a hagyományos képre, és akkor ott van nekem a szükséges, kellemes bordás tengelykém. Jó, ezt akkor most mentsük ki, mentés. Tegyük ki mondjuk trehány disznó módon az asztalra, oda rakok egy új mappát, ez legyen mondjuk a műábra 2, 12. hét, és ebbe rakom bele az alkatrészt, ami egy bordás tengely. Mentés. Jó. Ezt kimentettük, és akkor ebből kéne nekem akkor assembly-t csinálni, hogy meglássuk, hogy hogyan lehet látni. Hogy hogyan lehet az assembly-ben kapcsolni ezt a egyszerűsített képet. Azt mondom, hogy Solid Edge gomb, új, szerelés az aktuális modellből. Ez az. Izometrik szerelés template kell nekem, hát persze. Oké.
És akkor itt van nekem egy henger, úristen, mi történt? Nem történt semmi más, csak az, hogy ez eszközökként állnak. Vordástengelyre kattintok, jobb egérgomb. És akkor milyen alkatrészt szeretnék használni? Szeretném használni a tervezett alkatrészt. És akkor mindjárt jól néz ki a rendszer, lehet fotókat, meg lehet videókat csinálni, meg képeket illusztrációnak. És amikor pedig rakom össze a testet, és ilyenből van 15-20 darab, és zabálja a grafikus processzort, akkor egyszerűen a nem fontos részeket fogom, visszakapcsolom egyszerűsített alkatrészbe, és akkor sokkal könnyebben és gyorsabban lehet forgatni. Ez így gyorsan forog viszonylag. Rárakom a bordástengelyt, ez öreg gép már. Ha öreg a gép, akkor ez már biztosan lassabban fog forogni, nézzük csak. Hát ez is pont gyorsan forog. De higgyék el nekem, hogy úgy sokkal másabb lesz. Jó? Ez volt akkor az első tudnivaló dolog, az egyszerűsített alak használata. Akkor ezt én most bezárom. Azt mondja, hogy bezárom. Hol a bezárás gomb? Hol a bezárás gomb? Nem az edge-et szeretném bezárni, csak az alkatrészt szeretném bezárni. Kezdőlap. És ezt zárom be, az ASM2-t zárom be. X. Nem akarom elmenteni. Nem akarok semmit ezzel csinálni. Jó. Nagyon jó. Nézzük tovább. A következő, amit szeretnék bemutatni önöknek, az a lemezalkatrész lesz. Ezt talán nem látták még, és akkor menjünk át a lemezalkatrész sablonra, és ezzel dolgozzunk tovább. A lemezalkatrész rajzolás következik. Megint szinkromodellezési környezet indul be, nem baj, ezt áttesszük hagyományosra. Úgy nekem könnyebb a gondolkodás, meg könnyebb mutatni is. Aha. És ugye akkor látja az ember, hogy lemeztábla és kontúrhajlítás, ebből kezdünk. Tehát legyen nekünk egy síklemezünk, amiből majd fogunk hajtogatni ezt meg azt. Jó. Hogyan lesz síklemezünk? Lemeztábla. Válasszuk ki mondjuk az YX síkot. Egérkével fölé megyek, várok kicsit, amíg három pont és jobb egérgomb kis piktogram elő nem jön. Nyomok jobb egérgombot, nekem a kettes számú sík az YX síkkel, az lesz nekem a rajzoló síkom. Ide akkor egy lemezt rajzolok, amely lemez olyan lesz, hogy fél szemmel gyorsan ránézek, olyan lemezt fogok ide rajzolni, amelyik 80 széles 100 magas, akkor az téglalap lesz, szélesség 80, enter, magasság 100, enter, szög 0, enter, és a középpontját 5, berakom az origóba, ott maradsz. Jó, ebből a dologból fogok kiharapdálni a cél érdekében, vonalat rajzolok, és itt valahol fönt lefele elindulok, legyen mondjuk 20 mm lefele, enter, 90 fok, enter, aztán vízszintesen húzok, mit húzok, vonalat, mint a csiga, 40 mm, enter, 90 fok, 0 fok, enter, és fölfele húzom vissza a széléig. Ott a széléhez hozzáértem, cut, és készen vagyok, húznám tovább, jobb egérgombot húzok, azzal vége a parancsnak. Ugyanezt eljátszom az alsó végen, alsó vég, cut, indulok fölfele, 20 mm, enter, 90 fok, enter, vízszintesen 40 mm, ő már látja a fölsőt és fölsővel vonalba rakja a vonal végét, nagyon ügyes. Csak kattintok egyet, hogy az oké lesz nekem, és függőlegesen lefele húzom egész a vonalig. Ott is vonalnál vagyok, kattintok és készen van. Jobb egérgombot nyomok, oké. Na. Hogyan tovább ebből? Először is kivesszük a fölösleget. Levágjuk a fölösleget, ezt a szakaszt, meg ezt a szakaszt levágjuk. Aztán elrendezzük a rendszert úgy, hogy a két vonal közepe pont az Y-tengelyre essen, azaz azt mondom, hogy csatlakozás, a szakasz középpont ez, kattintok, és Y-ra esik
kattintok. Már oda is esett, és mivel ez a szakasz, meg ez egy vonalba esik, a teteje mozgatásával az alját is elmozgattam. Adjuk meg itt a méreteket. Gyors méret, ez biztosan ide kell az, hogy ez legyen nekem 40 mm. Jó. Ha már itt tartok, adok még hozzá méretet. Ez ettől eddig ennyi volt. Ez volt a 80. Nagyon jó. Akkor most nézzük. Azt szeretném, hogyha itt ezek a kilógó hábetnek a sarkai le lennének kerekítve. Ehhez meg azt csinálom, hogy kört rajzolok, de nem akármilyet, hanem mondjuk kör három pontból ezt fogom használni. Itt akkor három pontjából a kör kirajzolható, hát a három pontjából az egyik az ez, a másik ez, itt meg az érintési pont, és meg is vagyok egy kör, a többit ugyanígy, egyik széle, másik széle, itt meg egy érintő, ja, és ugyanígy a többi is, egyik széle, másik széle, érintő, és itt is, egyik széle, másik széle, és érintő. Látjuk? Akkor most a fölösleget itten leveszem, a sok sallangot, megint csak a levág parancsot használom, és ezeket itt így szépen nyugisan levágom, és látják? Ennyire egyszerű. Persze mondhatják, hogy mi nem csináltam ezt úgyis szimmetrikus, akkor csak fél alkatrészt nem csináltam. Úgy is lehet csinálni, hogy itten csak a felét rajzolom meg, aztán majd tükrözöm. Nekem most épp így volt kedvem hozzá, itt sokkal látványosabb. A fölösleget éppen szedjük lefele közben. Jó. Arra figyelünk, hogy megnézzük, hogy mindegyik vonalcsatlakozásnál legyen kis négyzet. Csatlakozás kis négyzet, csatlakozás kis négyzet, azt jelenti azt, hogy ezek folytonosak és érintik egymást. No, ha ez megvan, azért rakjuk hozzá a magasságot legalább. Innentől idáig ez legyen mondjuk valami. Úgy, százas, mert ez különben hajlamos elmászkálni, és akkor nehéz visszahozni utána. Jó, másszunk vissza a térbe. Legyen ez a lemezünk milyen vastag? Hát, mit tudom én. Legyen 2 mm vastag. Enter. És lefele vagy fölfele, legyen fölfele, a síktól fölfele 2 mm vastag. Befejezzük, és mégsem. A lemez táblán kész, el kell kezdeni ezt hajtogatni, sanyargatni, mindenféle csinálni vele. A hajtogatásra több opció is van, élhajlítás, ami azonnal csinál is nekem mindjárt hozzá felületet. Ez akkor jó, hogyha egyenest kell tovább vinnem, mint egy doboznál például, de nekem itten egy speciális formám van, ahol egyenest nem tudok hozzáadni, ez nem működne azzal jól, ezért én inkább a hajlítás parancsot használom önmagában. Hajlítás. Kérdés az, hogy melyik síkon hajlítok, hát ezen a síkon fogok hajlítani, és rajzoljam rá a hajlításnak az élét. A hajlítás éle legyen nekem egy egyenes, ettől a sarokponttól eddig a sarokpontig. Ez lesz a hajlítás éle, jobb egér gombot nyomok, elfogadom a parancsot. És akkor azt mondja, hogy válassza ki a hajlítás helyét, melyik lesz a fix oldala a dolognak, ez. És melyik oldal fog mozogni, ez. És csiribi, csirib, föl vagy lefele fog mozogni, fölfele fog mozogni. És látjuk, nagyon szépen föl van hajlítva az adott szerkezetünk. Befejezzük, ezzel készen van. Én a következő oldal, megint csak ezt a síkot szeretném hajlítani. Hol lesz a hajlítás éle? A hajlítás éle ettől a csücsökponttól kezdve tart az alsó, találjad meg csücsökpontig, így van. Ez lesz a hajlításnak az éle. Jobb egérgombbal behelyezem a vonalhúzást. Elfogadom a hajlítás élét. Ehhez lesz a referencia, ami a helyén marad. Ez. És ehhez képest hajlítom föl ezt a végét. Látják? És fölfele akarom hajlítani. Csupán egy dolgot rontottam el, de azt nagyon. A
megnézik, ez egy kettes vastagságú lemez, és lemezeknél tudjuk azt, hogy a lemezeknek a legkisebb hajlítási sugara önmagában az nem más, mint a lemez vastagság. Kettes lemeznek a legkisebb sugara, tehát akkor az 2 mm, itt meg 1 volt a sugár. Gyorsan visszamászok. Hajlítandó oldal, hajlítás iránya, itt nincs. Hajlítandó oldal, ez. Keresem a tulajdonságokat. Hajlítás, sugár, alapérték használat helyett azt mondom, hogy nem a 2 mm. Így, ahogy mondom. És aha, neki az egy akar lenni az alapérték, nekem ez itt 2 legyen. És oké. Okay. Látják? Mindjárt jobb a sugár, és itt is meg kell még ezt növesztenem, ezt befejezem ezt a hajlítást. És még az előzőhöz visszafogok. Nem akarok többet, az előzőhöz akarok visszatérni, így hajlítás, kiválasztás, alakelem, és tulajdonságok. Ott is az alapértéket kiveszem, és legyen helyette 2 mm-es a sugara a hajlításnak, és okét nyomok rá, és befejezek mindent. Látjuk? Na így már jól néz ki. Tanuljuk meg, lemez hajlításnál a legkisebb sugár itt bent, az a lemez vastagsággal megegyezik. Jó. Hogyha ez megvan, hogy lesz ebből nekem mondjuk egy emelőberendezésnek a karja, se füle, se farka, csak pucér lemez, tegyünk rá lukakat, ahol lehet csapolni a rendszert. Lukakat rátenni a legkönnyebb, itt a furat alatt lakik olyan, hogy kivágás parancs, kivágás, legyen a széle mondjuk, ez az első széle, legyen itt nekem 2 darab furatom, a furatnak a helye adja magát, mindjárt mutatom, furat átmérő legyen mondjuk 10 mm, és a furat helye adja magát, hiszen a végkör, a kontúrt megcsikizem, itt lesz a kék közepe, egyszer, másik kontúrt is megcsikizem, elő fog bújni a kék közepe mindjárt, itt is van, ez a 2 lesz, a két furat legyen mondjuk egyenlő, ez egyenlő ezzel, és az egyikre adok egy méretszámot, ez legyen mondjuk gyors mérettel egy 10-es, így van. Megyek vissza a térbe, és a térbe visszamenve eldöntöm, hogy mekkora lukat szeretnék, ez a luk ez legyen csak az egyiken, tehát akkor kivágás a következőig szerepeljen arra, és rendben vagyunk, és befejezzük. Ez már itten ki van vágva. Nézzük tovább. Kéne ilyen kivágás a túloldalra is, úgyhogy itt is rámegyek a külső felületre, és itt most akkor a furat átmérőt kisebbre veszem, ez legyen csak 5 mm. Entert nyomok, megint csak megcsikizem a külső kontúrt, előbújik a kék közepe, ezt talán tanultál biológiából, és ha elmúltak 18 évesek, az ember megcsikizi a gömbölyű szélét, és előbújik a közepe. Így van. Bújj, ez az itt van, és kész. Jó, itt is a 2 átmérőt egyenlővé tesszük, egyik egyenlő a másikkal, jó, és akkor teszünk rá egy méretet, az egyikre ilyenkor csak elegendő, ez legyen ekkora. Jó, visszamegyünk a térbe a zöld gombbal, és akkor itt a kihúzástál már a következőig van beállítva eleve, előzőből cut, és befejez, és mégsem itt van egy kvázi karocskánk, ez akár működhetne is, ha nem volna ilyen satnya és hajlékony, azért ez rondán satnya és hajlékony, hogy lehet ennek a merevségét növelni. Majd fogják tanulni konstrukcióból, meg szilárdságtanból, hogy merevségnövelése sok-sok eset lehetséges. Például ennek a nagy sík résznek a merevség növekedésére lehet alkalmazni az úgynevezett mélyhúzást. Ezt mindjárt be is mutatom, hogy ez merevebb legyen, és legyen nyeklős-nyaklós síklemez. Mélyhúzás parancsa következő. Azt mondom, hogy ezt a belső síkot szeretném mélyhúzni, ami pont az XY sík. Ide rajzolok egy téglalapot megint, közepivel. Szélessége 20, magassága 40, szöge 0, és akkor ide rakom. És ez egy elég sarkos, higgyék el, tehát ha én préselni akarok, a sarkos dolgot nem szoktam szeretni, mert ott szakadás szokott föllépni, kerekítsük le az éleit,
sarkait, ez pedig itt a lekerekítés parancsal lehet. Lekerekítés gombot nyomok, és akkor ehhez képest, ja, sugarat meg kéne adni, az 5 mm legyen, Entert nyomok, és innentől idáig 5 mm, innentől idáig megint annyi, innentől idáig megint annyi, és innentől idáig megint annyi. És ez egy kellemesen lekerekített forma, hogyha egy ilyen kerek kalapáccsal püfölöm meg, fréselem meg ezt a lemezkit, akkor az jó közelítéssel nem fog elszakadni. Úgyhogy ez lesz a szimpatikus esetünkben. Megyek vissza a térbe a zöld gombbal, és a mélyhúzásra meg kéne mutatni a távolságát. Legyen a távolság 2 mm, Entert nyomok, és lehetőség szerint lefele 2 mm, ha el nem rontom. Nem akarja. Az irányt szeretném, az oldal kialasztást szeretném megmutatni, lefele. Na, a belsejét akarom kihúzni, és lefele. Irány, lefele. Igen, és 2, és Enter. És befejez. Jó, ez akkor lefele meg van préselve, itt látszik az éles prés fej, ami nyomta az alkatrészt, és itt pedig a gömbölyű, rogyasztott, deformált alak. Ez itt kellően merev, ez sikeres művelet volt. Most itt a két fülső szalagot kéne megmerevíteni egy kicsikét. Ez is lehet mélyhúzással, most egyszerűbbet fogok mutatni. Mélyhúzás helyett, itt alatta még van egy pár trükk, fekete gombot megnyomva, kopoltyú, szemhúzás. Én most a mély nyomott bordát szeretném mutatni. Bár van itt élmerevítés is, ez is tud hasznos lenni. Ilyet fognak tapasztalni majd a következő fél évben jármű és hajtással ebből, hogyha túlélik ezt a fél évet. Nézzük a mély nyomott bordát. A mély nyomott bordához legegyszerűbb, hogyha az ember fog egy valamilyen sík felületet. Én például fogom fogni ezt a külső síkot, és ehhez fogok húzni egy vonalat. Milyen vonalat húzok? A kör szem középpontjával egybeesően egyet kattintok, és húzok egy 50 mm Enter, és 0 fokos Enter vonalat, jobb egérgombbal abba hagyom a vonalhúzást, gyors méret a biztonság kedvéért, ez legyen 50 hosszú, Enter, és akkor ez a 50-es középpont legyen pont a Z-tengelyen, tehát akkor azt mondom, hogy csatlakozás, Z-tengelyhez fogok, ha el nem rontom, Z-tengely, közelebb megyek, Z-tengely, nem. Akkor azt megfogom a középpontot, és a középpont tudhatóan tengelyen lesz rajta, itt az én, így. Ez akkor kész is van, elfogadom a vonalat, és itt jön az, hogy milyen fajta mélyhúzást szeretnék, erre vagy arra. Itt a beállításoknál, a tulajdonságoknál kiválasztom azt, hogy milyen legyen. Lehet körív forma a borda, itt lehet látni U alakú a borda, V alakú hegyes borda, ez se hegyes annyira, legyen ez U alakú borda. Itt lehet lekerekítést hozzárakosgatni fölülre, alulra, és nekem legyen egy vágott borda, vagy kivágott. Legyen csak vágott borda, egyszerűbb így csinálni, azaz lukas a széle, esik az eső, belefolyik a víz, ki is folyjon gyorsan az alkatrészemből. Okét nyomok, irányt kéne megadnom, hát befele, kifele. Legyen csak ez befele, így, és befejez. És ez a borda akkor ott elkészült, és ki van vágva, tehát itt át lehet tüsszenteni a sarkán a lemeznek, a vízes az egyik oldala le tud folyni a víz a másik oldalára. Akkor ezt most megismétlem a túloldalt. Tehát nem jövök ki a parancsból, hanem kiválasztom a túlsó oldal síkját, és itt is húzok egy 50 mm hosszú lemezkét a csapok középvonalában. Csap, középvonal, vonalkezdés, 50 mm hosszú Enter, 0 fokos Enter, és ezzel kész a lemez a vonalam. Jobb egérrel abba hagyom a vonalhúzást, jó, teszek rá egy gyors méretet, gyors méretezés, erre. Igen.
legyen nekem akkor ez 50 hosszú, ez is jó, enter, és akkor legyen a közepe az 50-esnek, csatlakozás, az 50-es közepe legyen nekem a Z tengelyen rajta. Egy. Nagyon jó. Megyek vissza a térbe a zöld gombbal, és akkor nekem elvileg megvannak az előző beállításaim, előző parancsóta megmaradt, és akkor a kivágásos kihúzás irányát kell csak megadnom, és befejezem a parancsot, és mégsem elrontottam. Elrontottam, jaj. Akkor ezt nekem vissza kell húzni. Ezt nekem vissza kell húzni, melyiket húzzam vissza. Ha ezt síkba terítve fogom csinálni, akkor egyszerűbb, hogy az összes egy irányba mutat, akkor ezt fogom inkább erre kifele visszahúzni, akkor borda 1, és itt lesz nekem a menüsor, definíciószerkesztés, és irány, és akkor kifele. Kattintottam, befejez. Na, hát készen van nekem itt a kis karocskám, meg van merevítve itt, meg van merevítve két oldalán, ez egy viccesen merev szerkezet lesz kettes lemezből, ezzel csirkét lehet ölni, akár macskát is, embert azért talán nem célszerű vele, de nagyjából erre a célra megfelelő. Ezt megint csak elmentem, mentés, asztalon vagyok a megfelelő könyvtárban, ez akkor emelőkar néven fog futni, és nézzük meg, hogy itten PSM kiterjesztése van, tehát nem a szokásos PAR, hanem PSM ennek a szoftvernek a lemez kiterjesztése, mentés. Ezzel akkor ezt a fajta lemezalkat részt gyártását megmutattam. Mit akarok még mutatni? Ugye ezt, ha rajzolni kell, az ember sose ilyen karakcifántos izét rajzol, mert a gyártós kollega arra kíváncsi, hogy a kettes lemezből milyen kontúrt kell kivágni, hogy az egész gyártási folyamat elindulhasson. Azt meg így nem tudom megmutatni. Ehhez ezt a lemezalkat részt vissza kell varázsolni terítékbe, azt meg a következő módon lehet megcsinálni. Eszközök, és itt van nekem olyan, hogy teríték, látjuk. Ez nem a tányér villajobbra villabalra típusú teríték, hanem a kész alkatrész síkba visszaterített rajzolása. Tehát most átmentem teríték formába, és itt most ő keresi azt a vízszintest, ahol az egész indul. Hát legyen mondjuk ez a sík, ebből indul nekem minden. És itt megkeresi azt a vonalat, ahol az egész, amitől számolok mindent, és ahol itt ennek a sarka is van. Csak ezt tudta azonnal, hogy ennek hol a sarka. Itt a sarka. Úgy. És már is ki van nekem terítve az alkatrész. A mélyhúzások, domborítások benne maradnak, mert ezt lehet síkban csinálni. A furatokat is lehet síkban kivágással csinálni, vagy lézerrel kivágni, csak nekem a szoftver nem bírná, hogyha azzal együtt akarnám hajtogatni és kihúzni. Ezért kell itt a szoftverben nekem a furatokat utólag beletenni a rendszerbe. Na, hogy lesz ebből nekem alkatrészem? Ha ebből én alkatrészrajzot akarok csinálni, kizárólag a kész hagyományos formát fogja importálni a rajzkészítő program. Ahhoz, hogy itt nekem a teríték is bekerüljön a 2D-s rajzba, az a következőt kell csinálnom, Solid Edge gomb, mentés másként, ha működik, és a mentés másként lemezalkat részben van olyan, hogy mentés terítékként, és ebből lehet akár DXF-et csinálni. Miért jó a DXF? Egyrészt be lehet olvasni AutoCAD-be, másrészt adott lézervágógépek esetleg ezt tudják jól olvasni, úgyhogy mentés terítékként, és itt azért én inkább a szoftver miatt hagyok egy PSM-et, az sose árt, és átnevezem emelőkar space teríték névre, és akkor mindenki boldog. Mivel terítékként a mélyhúzás nem izgalmas, csak a kontúrok kell, hogy látszódjanak, ezért ezeket a kontúrokat ő ki is vágja, és terítékként látszik az egész. Jó? Ezt akkor most én bezárom, nem így zárom be, várjanak. Úgy zárom be, hogy X, a másikat is úgy zárom be, hogy X-ként zárjam be. Nem úgy zárom be, hanem azt csinálom, hogy Solid Edge gomb, új,
és akkor rajzkészítés az aktuális modellről cut. Isometric draft helyett mi kell nekem, milyen draft? Itt most még nincs felrakva JST draft, majd föl kell rakni ide. Úgyhogy itt nekem akkor majd JST draft, vagy JHT draft fog kelleni. Oké. Okay. És már is átmentem egy ménkün egy 10:1-es nagyítási arányban a kérdés rajzba. Legyen ez nekem inkább 1:1-es, ma sokkal elegánsabb. 1:1, 1:1. Nem térbeli, hanem meglátjuk hogyan tovább. Nagyon nagy a rajzlap, ebből kisebbet kell csinálni. Solid Edge. Beállít papírnyomtatás? Nem. Beállítások. Rajzlap beállítás. És ott A2 helyett legyen nekem A3. Fekvő. És oké. Megint elrontottam, nem a rajzlapot kell hozzáhangolni, hanem a keretet kell hozzáhangolni. Tehát még egyszer. Beállítás. Rajzlap beállítás. Nem a rajzlapot, a hátteret kell beállítani. A2-ből A3-ba, és oké. Okay. És akkor így ez jobban néz ki, teljes képernyőre váltok, és ugye ehhez célszerű nekem itt akkor ezeket elmozgatni valahova, valami rendes helyre, ide túloldalra, akár csinálni egy következő vetületet róla, ez ami a kész állapotot mutatja, és a kész állapotnál lehet célszerű behívni a terítéket is. Azt mondom, hogy rajznézetkészítés varázsló, és itt akkor kéne nekem egy tallózás, és part helyett kell nekem egy PSM, és oda teríték, és megnyitom, és hát ő így akar beolvasódni, de ezt nem hagyjuk. Ilyen inkább felülnézett, aha, az jobban néz ki. Így. Látjuk, és így lehet mellé tenni az alkatrész rajz mellé lemez esetben a terítéket. És ha ez így megvan, akkor arrébb húzom az arrébb húzandót, és a terítéken be tudom rajzolni a különböző szükséges méretmennyiséget. Kezdem mindig a szimmetriákkal, mert az hasznos tud lenni. És akkor kiválasztás, és ezt kiválasztom, és a két végén meg tudom húzni a szimmetria tengelyt. Ugye itt van a kapaszkodópont, egy kapaszkodópont, kettő, és végpont, egy végpont, kettő. Ha a kapaszkodópontokat nem bántam, a végpontokat tudom mozgatni. Aztán megvan egy csomó fulladközéppont is. Fulladközéppont itt, fulladközéppont itt. Fulladközéppont itt, fulladközéppont itt. És akkor itt már is tudok rengeteget ide rajzolni. Szerintem még itt is lesz valami középvonal. Ez a hajlításnak lesz, a mélyhúzásnak. Vágásnak a középvonala. És itt meg lehet mindjárt adni hozzá az átmérőket, távolságokat. Ezt ilyen lemezből ettől eddig lehet szépen kibányászni. Megvannak az átmérők is, ha megvannak. Gyors méret. Átmérő 1. Átmérő 2. Vannak itt a sugarak is, itt megint csak elég egyet megadni. Láthatólag azért, mert itt a távolságok kiadódnak. De még egyszer, 1, 2. Így látják? És aztán célszerű megadni persze a hajlítási távolságokat is. És akkor ezt is célszerű meg... Opa. Gyors méret. Ezt is itt meg lehet adni. Na. Mit kell itt még megadni? Hát persze a külső sugarat is meg kéne adni. Itt az R10. Hopp. Várjanak. Ja. Így. És innentől akkor ez viszonylag jól rajzolható. És ha ez már össze van rajzolva és össze van rakva, akkor az ember oda megy közelebb és azt mondja, hogy ez innentől idáig közepe és közepe, és akkor a közepe és közepe, akkor az ember ezt följebb húzza. Teljes alkatrész szimmetrikus, így ahogy van. És
itt meg lehet adni akkor a szükséges hajlítási sugarat, és meg lehet adni a szükséges vastagságot. Hol lett? Itt lett. Vastagság megvan adva. Mit lehet még megadni? Mély húzás távolságát meg lehet adni. Innentől kifele ez 2 mm, ha el nem rontom. És innentől is ettől ez 2,5, ha el nem rontom. És ha ez így megvan, akkor ilyen nagyon nagy gubanc itt már nincsen. Itt kell figyelni arra, hogy ugye ez innentől idáig egy vonalba esik. Ez itt innentől ideig szimmetrikus. Sőt, még innentől ideig is szimmetrikus lesz a vége. És akkor a szimmetria vonalakat kivizsgáljuk. És ha jól ránézek, mire nézek én még jól rá? Hát a kinevetelni magasságot, szélességet, legyen meg a dobozméret sor. Ugye itt megvan a 80, a 100, ez nem fog változni. Mi az, ami változni fog? A magasság fog változni, tehát ez itt nekem innentől idáig 26 lesz, és ez innentől idáig 44-64, ez nagyjából 45 lesz, hogyha az ember kerekíti a számot. Jó? És akkor itt nagyjából ez meg is van. Oké? Ezt is kimentjük. Mentés, emelőkar DFT, mentés, jó, és akkor ez meg van mentve, ki van mentve, tehát vegyük észre, hogy a lemezlakatrésznél, amit síkban meg lehet mutatni kiterített terítéken, azt megmutatjuk, és aztán az összehajtás utáni méreteket fogjuk tovább mutatni, az összehajtott képen, vagy ami később készül, mint az összehajtás. Jó, ezt én bezárom most, és bezárom az emelőkart is, mert szeretném megmutatni, hogy ez hogyan van összerakva, meg szeretnék még egy trükköt mutatni. A trükk mutatáshoz megint új alkatrészre van szükség, legyen nekem metrikus alkatrészem, és ez az alkatrész legyen egy hengeres csap, amely hengeres csap az emelőkarban lakik. Az emelőkarban lakó alkatrész legyen nekem egy hagyományos modellezésű eszköz, várjanak, kezdőlap, és kihúzással kezdek, ez egy csapocska lesz, és abból is a hengeres fajta, X-érségben rajzolok. És az átmérő, ugye 10-es átmérő volt, akkor átmérő 10, ide berakom a kört, melléírom, hogy átmérő 10, jó, Entert nyomok, zöld gombbal visszamegyek a térbe. A 10-es hengerkém hossza legyen 38, Enter, közben elgondolkodhatnak azon, miért pont 38 a hossza, befejezzük ezt a húzást, és húzom tovább, lesz ennek egy fejecskéje, ezen a végén lesz a fejecskéje, és ez a feje átmérőben legyen 15, Enter, nem jó, átmérő, tehát kör, átmérő 15, Enter, koncentrikusan szépen ráírom az átmérőt, így, pipával ezt elfogadjuk, és vastagságra lesz 2 mm ő is, 2 mm távolság, és erre kifele a síkból, befejez, és utolsó kihúzásom lesz itt a túlvégen, még mindig kihúzásnál tartok, túlvég, és ez lesz itt akkor nekem, ha el nem rontom, 5-ös átmérőjű kör, tehát kört választok, 5-ös átmérőt, Enter, ide közepire, puty, és akkor ez legyen nekem, nevezzem meg, hogy az 5-ös átmérő, jó, Enter, visszamegyek a térbe, és ez a kihúzás legyen nekem itt errefele hány milliméter? Legyen mondjuk a kihúzás 6 mm. Enter.
erre kat, és befejez. És mégsem. Ez kérem tisztelettel úgy fog kinézni, mint egy ilyen lépcsős csapocska, és az lesz a neve, ha mentek, hogy emelőkar szekecs. És azt mondom, hogy mentés. És ez még mind kevés, mert ennek lesz egy beszerelt alakja is. Többféleképpen meg lehet csinálni. Ugye mi most tanultuk pont az egyszerűsített képet. Használjuk akkor mondjuk most ezt. Eszközök, egyszerűsítés. És az egyszerűsített kép legyen olyan nekem, hogy rámegyek erre az XY síkra, ha el nem rontom. XY sík, várok az egérkével. Nem akarja az igazságot. Közelebb hozom. Jobb egérgomb, nem működik. Eljövök így erre, hát, hogy működni fog. Egyszerűsített test. Aha. Itt már működik, jobb egérgomb. Nem akarja az igazságot. Kezdőlap, és azt mondom, hogy forgás kihúzás, így már jó lesz. YX sík kell nekem, jobb egérgomb. Ez a YX sík, nagyon jó. Ebben a síkban most én beálltam, és ebben a síkban akarok menni lefele, YX síkban megyek lefele, nyomva a shiftet meg az egérgörgőt nyomva tartva. És itt akarok csinálni egy lemez profilt. Azt mondom, hogy ez. Hogy lesz ez? Indulok a szélétől, nem a közepétől, kicsit kifele jövök, és vízszintesen bejövök, meddig? A közepéig, aztán függőlegesen le. Meddig? Eddig a szélsőig, és itt bezárom a profilt. Ennek a végénél. Azt mondja, hogy állítsuk be itt a különböző méreteket. Kell egy távolság, ugye ettől a végétől eddig, ez legyen legalább 4 mm. Jó. Ettől eddig legyen mondjuk, hát ez mennyi, ez 5. És ez a szélesség, az legyen mennyi? Hát, beállítjuk azt is. Innentől a csücsökig. Ez lehet 3,5, ez szerintem akár működőképes is. És kell még a forgás kihúzáshoz forgástengely. Itt a forgástengely, ez lesz ez a középső kicsi. Az lett forgástengely, most ránézek. Igen, forgástengely lett, mert szaggatott pontvonal. Vázlat bezárása. És ezt körbeforgatjuk teljesen. Befejez, mégsem. Már így néz szegény ki, és hogy ne ilyen csúnya legyen, egyet gyilkolunk rajta kivágással. Kivágás YX síkban. Azt mondja, megint shift gombot megnyomom, egérgörgőt nyomva tartom, elengedem, nyomva tartom, elengedem, nyomva tartom, elengedem. Itt a tetejét írtsuk le róla. Így egy. Kettő, három, és ide rajzoltam egy négyszöget, csak úgy kézből. Jobb egérgombot megnyomva kimászok a vonalhúzásból, bezárom a síkot. És itt az lesz a trükk, hogy ezt a kihúzást a végtelenségig tartom. Méghozzá megnézik itt a kis nyilacskát, a sárga gombot megcsikizem, akkor két fele. Így. És befejez. Tehát egyszerű is mégsem. Egyszerű alakban ez egy szegecs. Ez a szerelt alakja neki. Hagyományos alakban pedig egy... Ott lesz belőle egy ilyen sima kilógó végű. Nyers szegecs. Na, ezt akkor megmentjük. Elmentjük. És akkor ezt bezárom. És ha ezt bezártam, mit csinálok? Csinálok egy új szerelést, metrikus szerelés. Metrikus szerelés első eleme,
ha el nem rontom, keresem itt az alkatrészeket, keresem az alkatrészeimet, itt keresem az alkatrészeimet, aha, itt vannak az alkatrészeim, alkatrész könyvtár, C, asztal, MA12-7, kezdem mondjuk az emelőkarral, emelőkar behívtam, ez lesz a bázis alkatrészem az összeállításban, például most, ennek lesz egy szegecse, ezt ide fogom bökni, ne legyen mindig elmászós, van egy szegecse, a szegecset behívtam, a szegecsnek lesz egy hengeres része, ami bele fog bújni ebbe a hengeres furatba, működj, aztán lesz ott még egy lapos fejlatti része, ez, ami itt lesz kívül, úgy, és nagyjából a fordítást le is kapcsoljuk a lakattal, ez nem lesz forgatható, ha jól csináltam, akkor sikerült, megnézem, nem sikerült, még itt forgatható a szegecs, itt rákattintom a kényszerre, és lelakatoljuk. Jó. És aztán mi a trükk itt, tessék csak figyelni, lesz még egy karom. Nézzük, csak karrendszer csinálok. Itt a másik kar. Annak is a furatja benn lesz ebbe. És lesz egy síkja. Milyen síkja lesz és hol. Nem is jól csináltam, látják? Nem jól csináltam, ezt már is elrakom innen. Akkor megint egy összeszerelést fogok csinálni. Furatok közül melyik furat kell és hova? Nekem most ez a furat kell ide. Aha, no. Akkor várok egy kicsikét. Emelőkar PSM 2, van egy kényszerem már, de az rossz, azt delete-tel kitörlöm. És lesz egy új kényszerem. Ami ez a nagy furat lesz ide, mondom ide. Akkor ez most nekem inaktív lett. Megnyom az aktiválást. Na, itt valami lelke van neki, nem baj. Tehát ott tartottam az emelőkar most szabad, kell nekem egy hengeres kényszer, melyik volt? Ez volt a hengeres kényszer. Ez a henger megy erre a hengerre, igen, így mindjárt jó lesz, és lesz egy sík kényszerem, fektetés kényszer. A fektetés az lesz, hogy ez a felület, ez a külső, a belsőhöz fog hozzáérni. Látják? És kész. Amit már látjuk, ez emelőkar, arrébb kattintok az egérrel, be van zárójelezve, itt lehet látni, ez nincs teljesen rögzítve, azért nincs teljesen rögzítve, mert megnézik a kész rendszert, ez el tud forogni ez a bal kar, a fix karon körülbe, és itt a szegecselés pedig őt a helyén bent tartja. Látják, pici játéka van neki azért, de ez kb. Azért ezt a helyén tartja, és ha akarom, a rendszert úgy tudom mozgatni, hogy kellőképp ügyes vagyok, hogy komponens mozgatása, mit akarok mozgatni, okét nyomok, ezt akarom mozgatni, és milyen féleképpen akarom mozgatni, forgatni akarom, hol lesz a forgatás tengelye, ez lesz a forgatás tengelye, fogom az alkatrészt és emelem, jaj, mondom, emelem tovább, ha megy. Látjuk? Kicsit lassú már a videókártya ilyenkor. Így oda, vagy vissza. Kicsit lassú a videókártya. És így lehet szépen majd összerakni egy komplett szerkezetet, ha nem vigyáznak majd, jármű és hajtás elemek egyből. No, hát ennyit szerettem volna mutatni a mai nap folyamán. Ezeket méltóztatnak észben tartani,
mert ezekre mind-mind szükségük lesz majd jármű és hajtás elemek egyből, illetve akár most is szükségük lehet például a ZH során, vagy évvégén, bármilyen másokból kifolyólag. Tehát ez egy fölvett videó, itt nem volt élő reakció, úgyhogy köszönöm szépen a figyelmüket, és akkor találkozzunk a következő gyakorlati órán, célszerűen egy hét múlva. A viszont látás.